A cél, hogy minél barátságosabb, virágosabb legyen városunk. Schmidt Csaba polgármester saját keretéből összesen 1 millió forint értékben vásárolt muskátlival támogatja a lakókat városszépítő munkájukban. A polgármesteri hivatal munkatársai is mindig nagy örömmel fogadják azokat a társasházakat, akik segítségért jönnek, virágért, földért és szakmai tanácsért adott esetben, hogy mit tegyenek a saját társasházuk közelségében a szebbítéséért. És természetesen mi is azon dolgozunk a hivatal munkatársaival, a kertészeti irodával, hogy minél szebbé tegyük a várost az olyan területeknek a kitakarításával, ahol már nagyon elburjánzott a növényzet, ezeknek a kitisztításával, a parkok megújításával, hiszen Tatabánya a parkok és az erdőknek a városa. Hihetetlen mennyiségű park van a város területén, zöld felületek. 14 ezerrel több virágot ültetünk ki a városban. Én úgy gondolom, hogy ezek új virágágyakat fognak jelenteni a város több pontján, nem csak a városközpontban, hanem a városrészekben, Kertvárosban, Óvárosban, a Gál lakótelepen. Bízom benne, hogy ezekre a virágágyásokkal közösen fogunk tudni vigyázni, de emellett parkfejlesztéseket is tartalmaz a költségvetés. Mint a családi házas övezetből, mint pedig a tömbházas lakóövezetekből egyaránt most már érkeznek be pályázatok. Korábbi években ez leginkább a tömbházas övezetekre volt jellemző, de most ugye új pályázati lehetőségek is meglettek hirdetve, ahol a családi házas övezetek is pályázhatnak a város legszebb ablaka és a város legszebb fája címre. Egyébként ez is nagyon örömteli, hogy nem úgy gondolják az emberek, hogy a városi park fenntartó cég és a közmunkások végezzék el ezt a feladatot, hanem ők is egyre nagyobb felelősséget vállalnak a lakókörnyezetük rendbetartásához. Talán ez azért lehet, mert évről évre látják, hogy a szomszédos épület előtt mennyire szépül a park, és akkor így beszállnak ők is ebbe a közös munkába. És ha csak a saját választókerületemet nézem, a belvárosi részt, itt már közel a lakóházak 50%-a pályázik, vagy kér növényeket, és gondozza a előttük levő parkrészt. Tatabánya is csatlakozik azon magyar települések közé, akik minden évben meghirdetik a Városfája pályázatot. Az idei évtől bárki jelölhet a versenyben olyan a megyeszékhely területén található fát, amelyhez valamilyen személyes vagy történeti élménye kapcsolódik.